Az Eurostat felmérése szerint 2018-ban Magyarországon 12%-kal kerestek kevesebbet azonos munkáért a nők, mint a férfiak. Az uniós átlag 14%. Az egyik nemzetközi jogvédő szervezet 2020 márciusában indított kampányt a különbségek felszámolására. Az Egy lépéssel közelebb című kampányhoz eddig 26 cég és önkormányzat csatlakozott. Arra kértük a hazai cégeket és önkormányzatokat, hogy tegyék meg a szimbolikus első lépést, a transzparencia lépését a nemek közötti bérszakadék felszámolásának útján, és eddig 26 cég és önkormányzat csatlakozott a maguk több mint 50 000 dolgozójával. Úgyhogy elindult egyfajta változás, és elindultunk a transzparencia útján. Ők azok a cégek, akik hajlandóak nyilvánosságra hozni a nemek közötti bérkülönbséggel kapcsolatos adataikat. Az egyik legnagyobb magyarországi kereskedelmi áruházlánc ezt már tavaly megtette, csatlakozott a felhíváshoz. Náluk nem azonosítható különbség a férfiak és a nők fizetése között a legnagyobb létszámot kitevő munkakörökben. Amellett, hogy vezetőbeosztású munkatársaik között is sok a nő, áruházaiban 82%-ban nők és 18%-ban férfiak dolgoznak. Céljuk, hogy jó példát mutatva az üzleti élet szereplőinek felhívják a figyelmet, hogy mennyire fontos leküzdeni a bérszakadékot. Mi azért csatlakoztunk ehhez a kampányhoz, hogy felhívjuk a figyelmét mindegyik kis és középvállalkozásnak, illetve nagyvállalatnak arra, hogy mennyire fontos az, hogy egyenlő béreket biztosítsunk minden munkavállaló számára, és mennyire fontos az, hogy transzparensen, átláthatóan működtessük az üzleti tevékenységünket, és ennek az egyik kulcseleme az az, hogy megmutatjuk, hogy nem teszünk különbséget férfiak és nők között. Úgyhogy a legfontosabb figyelemfelhívás gyakorlatilag ebben a történetben az, hogy nem járhatunk el úgy, hogy hátrányos helyzetbe hozunk bizonyos munkavállalókat, csak azért, mert nem férfiak, vagy csak azért, mert nők. A szervezet távlati célja elérni azt, hogy a munkaadók évente hozzák nyilvánosságra a nemek közötti bérkülönbséggel kapcsolatos adataikat.